Na hellóztok! Hát akkor itt vagyok a Wincrafts 4. részével, és akkor folytassuk is az előző részben félbehagyott Creeper Infiltration küldetést, azonban előtte szerintem térjünk be ebbe a bankba, hogyha már itt vagyunk a Deathlassban. Ugyanis most már jó lenne letenni az utcainkat és átváltani a pénzünket, ugye csak hogy egy kicsit nagyobb hely maradjon az inventoringban. Szóval itt vannak oldalt a pultok, és itt a folyosó végén csak egy bankőr nevezett ember, aki csak annyit mond, hogy ó, milyen jó kis bankunk van, ugye? Ja, az biztos, ugyanis itt például át tudjuk váltani az emeraldjainkat emerald blokkra. Ugye tudjuk, hogy egy emerald blokk az összesen csak 9 darab emeraldot ér, és itt meg 64-ért tudjuk átváltani. De mivel nem lehet craftingolni, úgyhogy is itt lehet visszaváltani 64 emeraldra, úgyhogy természetesen nem vesztünk velük semmilyen emeraldot, mindössze csak egy másik formában tároljuk ezeket az emeraldokat, hogy kisebb helyet foglaljanak. Na és ez az, ami már nagyon régóta kellett nekünk, úgyhogy most nagy felüdülés minden egyes 64-es pak emeraldtól megszabadulni. Egyébként pedig vannak itt még enderchestek, amik ugye a mi bankjainként szolgálnak, tehát ide be tudjuk tenni az utcainkat, amik éppen nem kellenek, például ezek ilyen quest itemek, hát nem tudom, hogy a későbbiekben lesz-e szükség rá, de biztos még nem dobom el, vagy nem szabadulok meg tőle, úgyhogy beteszem ide, és majd, hogyha kell, akkor ki tudom venni. Azért jók még ezek az ender chestek, mert ugye más városokban is vannak bankok, és ezért nem kell mindig csak egy városba visszagyalogolni, hanem abban a városban lévő ender chestet is, hogyha kinyitjuk, akkor is ugyanezek a cuccok lesznek benne. Ezen kívül ugye még ebben az ender chestben egy picit nagyobb is a hely, mint a alapsima ender chestben, ami a Minecraftban van, és ezeket az ender chesteket még bővíteni is lehet, persze az már igazi pénzért, tehát a VIP-eknek nagyobb tárhelyük van itt a bankon belül is. Szerintem ezeket a Hunger Potionokat is beteszem ide. Na jó, talán egyet kiveszek, hát ha lesz rá szükség, de eddig mondjuk nem úgy tűnt, mintha ezek olyan hasznos potionok lennének, de hát ha majd egyszer szükség lesz rá. Persze gondolom ezeket a nyílveszőket itt se lehet lepasszolni. Ja. Úgyhogy nem tudom, hogyan lehet megszabadulni tőlük, lehet, hogy majd később térünk rájuk vissza, de egyelőre még semmi hasznunk nem volt, csak foglalták a helyet az inventoriba. Na mindegy, hát majd meglátjuk. Most viszont akkor indulhatunk vissza Elise-hez, hogy folytassuk a küldetést. A részek között ugye megszereztem a kellő mennyiségű pókhálót, gyapjút, és ugye volt már egy green powderünk, úgyhogy most már csak le kell adni ezeket a cuccokat, és készen vagyunk, mármint ezen a helyen. Na, tessék. Ó, úgy látom, megszereztél mindent? Ja, igen, itt vannak. Akkor tessék, itt a maszk, de legyél óvatos, ugyanis néhány ember azt gondolhatja, hogy te egy igazi creeper vagy és megtámadhat. Igen? És ki az az ember, aki erre a maszkra azt hiszi, hogy tényleg egy creeper vagyok és megtámad? Na jó, azt majd meg kell tesztelnem. Úgy látszik, vissza kell menni Thomashoz. Na de addig próbáljuk ki, most felteszem direkt ezt a maszkot. Jézusom, hogy nézek ki! Úristen! Na jó, gyerünk, NPC-k, ti meg tudtok támadni ilyenkor? Hát, nem igazán gondolja azt, hogy egy creeper vagyok. Na jó, menjünk tovább, hát ha majd azok a nagy gólemek ott. Te kapunál. Na, ti? Hát ti is leszartok magasból. Viszont a zombik továbbra is azt hiszik, hogy egy ember vagyok, úgyhogy egyelőre nagyon jól működik ez a maszk. Na mindegy, menjünk tovább, hát ha majd az idióta creeperek beveszik. Viszont akkor most egy jó hosszú út áll előttünk, úgyhogy szerintem egy kis gyorsítás után találkozunk. Hát, itt vagyunk újra, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy beengednek-e minket a creeperök, és hogy egyáltalán mi lehet ott. Na nézzük, csak felveszem a maszkot, hát továbbra is remekül nézek ki. Jézusom, és odaállítok el, és így
én is egy creeper vagyok, szia, és beenged. Hát ezek nagyon hülyék, ezek a creeperek. Jézus, ami jön itt! Azt a rohadt, nagyon szép egyébként. Mi ez a creeper party itt? Na, egy újabb mini küldetés. Öljek meg 25 darab skeletont 5 percen belül. Nagyon jókor adja, hát itt egy darab skeleton nincsen. Na mindegy, mit kell itt csinálni? Csak meg kell nézni őket? Nem baj, körbejárom itt óvatosan, hogy van itt valami. Megnézem, mit is írt pontosan az a questbook. Azt mondja, vigyünk Thomasnak egy proof of their existence, tehát bizonyítékot a létezésükről. Ó, oh, most hogy nézem itt középen, ez talán pont az. Igen, valószínűleg ez lesz az, amit el kell venni Thomasnak. Csak egy kis sima gunpowdert, úgy látszik. Na jó, mindegy, hát akkor hellóztok. Én már tovább is álltam. Tényleg nagyon jó helyetek van, de akkor tovább nem zavarok. És akkor irány vissza Thomashoz. Te erre meg mi van? Várj, erre még bekukkantok. Hova vezet ez a felső járat? Hát sajnos nincsen se, viszont úgy látom, hogy egy ilyen jó kis kilátó. Na mindegy, hát akkor indulás tovább. Jó napot, hogy látszik most nem követnek a pigmenek. Na hát itt a víz közepén egy chest. Oké, Emerald, au. Na, Thomas, már jövök, itt a bizonyíték, tessék, tényleg léteznek a creeperek. Igen, megcsináltad? Nem hiszem el. Hát nem fogok látni még egy ilyen őrült ember. Ó, köszönöm, level up, 2 skill pont, tök jó. Be is tudom tenni végre ezt az arany melvértet. Igaz, nem sokkal jobb, mint az eddigi bőr, de azért egy fokkal mégiscsak jobb. Na jó, és akkor álljunk tovább, ugyanis van még 2 küldetés, mind a 2 küldetéshez 15-ös szint kellett. A gunpowderöket itt ki is dobom, és hát akkor remélem ezek könnyebb küldetések lesznek. Akkor további jókat, Thomas, én távoztam. Na nézzük, akkor az első a potion making, hű, ez nagyon messze van, ez a Black Roadon van. Másik pedig a Confused Farmer. Ez pont az, amit már egyszer néztünk, hogy ide majd visszatérek, hogyha 15-ös leszek, úgyhogy szerintem kezdjük ezzel. Szóval elindulok annak az irányába, és akkor egy kis gyorsítás után találkozunk. Viszont előtt itt van ez a hely, amit már egyszer néztünk, de nem jöttem ide. The Skeleton Dungeon level 9-es szinten ajánlott ide menni. Hát menjünk végül is. Ú, a lenelőjél. Szóval nem tűnik annyira nehéznek. Végül is mostanra már 17-esek vagyunk. Úgyhogy a küldetés előtt szerintem csináljuk meg ezt a dungeont. Van egyébként ilyen típusból több is, tehát Zombie Dungeon, Poke Dungeon 1, Poke Dungeon 2. Ha jól tudom, akkor ez a legkönnyebb dungeon. Úgyhogy nézzük is csak meg. Ó, le kell jönni ezekhez a rohadt skeletonokhoz. Viszont ezek csak level 7-esek. Egy XP-t adnak, húha. De mi ez a knockback? Mi ez a knockback? Itt el tudtok találni? Na jó, nekem tovább kéne mennem. Még jó, itt van ez az ugrásom. Hűha, de úgy idegesítő hely lesz ez már, most látom. Úgy de rossz lesz ilyen lassan tötyörögni, miközben ezek ekkora knockback-ekkel vannak. Ugye az odaugrásunk nélkül ez a hely, hát egy warrior számára szerintem megcsinálhatatlan. Na és most merre? Na, gyorsan beugrok oda. Te! Csak kilőnek! Na jó, oké, hát akkor úgy lesz, meg kell ölnöm mindegyiket. Nincs más választás, készen nyolt. Itt most már mindenkinek kell, hogy halljon. Ha oda tudtok engedni magatokhoz, úristen, mi ez a hely? Na. Gyorsan, gyorsan, még vissza nem spawnolnak, gyorsan. Jó. Jó, nem kell elsietni, jó, lassan, ez az. Jaj, csak felérek én. Oh, na, sikerült. És van még egy adag itt. Nem baj, jött egy létre. Hát, gyorsan elugrok oda. Ez itt csak level 7-es. Jó, nem lőttek le. Na és most merre? Tehát, hogyha börtönt cellák lennének itt, vagy... Mi ez a hely? Na, Silverfish, te rohadtul utállak. Hát furcsa. Jaj, itt egy gomb. És te mit csinálsz? Kinyitottak ott egy ajtót. Mint hogyha hallottam volna egy másik ajtónak a nyitódását is. Jó, akkor gyorsan szaladjunk. Oké, igen, és most mi van? Mindegy, megnyomom még egyszer.
Ja, itt kinyílódott mellettem is egy ajtó. Milyen kis cseles. Ja, és itt fel lehet menni. Na, ez jó. Vannak tűnik. Ez a lyuk ugye nem ugyanoda vezet, mint ez a lyuk. Ó, csoda, epic lag, úristen. Köszönöm, Bendike, még mindig továbbra is jó vagy. Na, de azt hiszem, akkor jó helyen járunk, meg is szólalt egy kis zene. Akkor mászunk is tovább. Csak lenne lőjezek. Egyébként baromi jól néz ki ez a hely is. Ha találkozok még dungeonökkel és elég nagy szintünk van hozzá, feltétlenül megcsinálom azokat is. Egyébként, mint hogyha csak nekem káprázott a szemem? Nem, ott valaki írja, egy Ice Bluebird. Hello, hello. Ja, tényleg elfelejtettem, még továbbra sem tudok csatálni. Na jó, majd eljövök, hogy hogyan tudok visszaérni neki. Szerintem folytassuk is tovább a dolgokat. Ha jól emlékszek, én régen csak beírtam valamit a chatbe is, és az megjelent, nem tudom mi van. Viszont, ahogy nézem, elérkeztünk a Witherhead nevű bosshoz. Ott is van benn. Na jó, küzdjünk meg, igaz, 15-ös. Ma, fight! Effene, új, itt van egy másik skeleton is. Mi ez a knockback? Úristen! Ennek is te akkora knockbackje van, ezt egy másodpercre nem lehet megütni. Na jó, nem baj, többet észel, mint erővel. Használjuk akkor a fedezékeket. Bár ez egy kicsit unalmas lenne, hogyha csak így a skillekkel ütögetném, úgyhogy... Úgyhogy ezért próbálkozok. Mi volt ez? Mi volt ez? Így ittam meg egy potiont, úristen! Ja, fene! Rohadt sok élete van. Hát tényleg ehhez nagyon minimum az a level 9-es szint, szerintem ezt level 9-en Warriorral, hát nem tudtam volna legyőzni. Na, egy újabb mini küldetés, két playerre kell, hogy duellezzek 6 percen belül, hát ez valószínűleg nem fog megvalósulni. Már nincs sok élete viszont, viszont is egy potiont. Jézusom, ez már nem is knockback, ez TP. Olyan erővel üt hátra, hogy oda TP-zek. Jó, meghalt, igen. És? Most mi van? Történt valami? Mi a fene? Mi van? Az ajtó továbbra sem nyílt ki, akkor hogyan tudok innen elmenni? Közben ez az idiótét lövöldöz engem hátulról. Mi legyen? Hogy kéne nekem minden kijutni? Hát nem hiszem, hogy még egyszer le kéne győzni, de jó, győzzük le még egyszer, hogyha ennyire akarja. Jaj, oké, és vége, meghalt. Mondom, meghalt! Történjen már valami, meghalt! Jaj, ne! Ne szórakozz velem! Ez itt nagyon meg akar engem ölni. Gyorsan, utolsó reményem. Teleport scroll. Igen, talán, hát igaz, azzal vesztek egy szólpontot, de legalább nem kettőért fogok innen eltűnni. Gyorsan, használ úgy. Micsoda, agresszív mobok vannak a közelben. Úgy látszik, hogy itt muszáj meghalnom. Ezt nem hiszem el, mi van itt, komolyan? Jó, kész, megölt. Ez így van? Tehát, hogy aki oda bemegy, az legyőzheti, de nem kap érte semmit, viszont muszáj meghalnia? Tehát, hogy ez nagyon buggyanús ez a dolog, amit itt most láttatok. Lehet, hogy egyszer egy későbbi videóban még próbálkozok vele, de szerintem folytassuk tovább inkább a küldetést. Ez a dungeon-ös ugráros része jó volt, meg végülis a harc is jó lett volna, hogy kaptam is volna érte valamit. Na jó, jöjjünk rá, hogy hogyan tudok visszaírni, vagy egyáltalán írni akárkinek is. Help, nézzük csak. Aha, MSG-vel, mint message-el tudunk írni. Na jó, nézzük akkor meg. MSG, mi is volt a te neved? Mondjuk ez most pont jó arra, hogy egy kicsit ismerkedjek ezekkel a parancsokkal, mert eddig még nem túl sokat használtam, csak a trade-et. Igen. És... yep. Na jó, hát akkor folytassuk viszont a küldetést. Na, hello, Bylvis, ha jól mondtam a neved. Valami nem stimmel itt. De már megvagyok a 15-es szintű, sőt 17-es is. 1, 2, 3, nem stimmel egyáltalán. Oké, mindenki készüljön, névsorolvasás, Etus. Jó van, nem velem van a baj. Reméltem, hogy nem fog kiakadni megint, hogy nem vagyok elég szintű. Ezt most Etus mondja. Perfekt! Delni? Itt van egy Delni? Mi a fene ez a fószor a tehenekkel beszél? Jó, Elmis, are you here? Oké, mindenki? Szóval már csak Drill maradt. Drill, itt vagy?
Na, nagy öcsönt. Drill az ugye nincs itt, már láttuk pár lisszel ezelőtt a ketrecét és üres volt. Hey te! Meg tudod nézni nekem, hogy Drill itt van-e? Az ő háza itt van jobbra a folyosó végén. Hát persze, ebben már járatosak vagyunk, úgyhogy nézzük is csak meg. Ó, de kár, hogy nincs itt. Viszont most se be tudok menni, nem? Jaj, nem már. Ez az a lyuk, ami itt volt? Semmi? Aj, reméltem valami titkosabb hely lesz itt. Na de várjunk csak, találtam egy karavan jegyet Deathless külvárosába, és hogy talán ott megtalálhatjuk ezt a Drill tehenet. Hát jó, menjünk, aztán majd elmondjuk Pajlvisznak. Hát itt vagyok, azóta fel is kelt a nap, olyan jó hosszú út volt. Baromi ötletesek ezek az almafák egyébként. Nagyon jók. Aha, ott van. Drill. De várjunk csak, itt valami nem stimmel. Ez, hát hogy is mondjam, nem egy tehén. Mű. Várjunk csak. Ja, hello. Hello, mi van veled, ember? Te, mint egy tehén? Vagy mi van itt? Ez az ügy már megint nagyon zavaros. Na jó, és mi van, nem mondasz többet, vagy csak ennyi, hogy hello? Jó, hello, igen, hallgatlak. Semmi, jó, akkor jobb klik. Újra csak mu, wait, I mean hello. Oké, akkor nézzük csak meg, mi a helyzet. Ezt ugye el kell mondani Bailvisnak, hogy mit találtunk. Jó, hát akkor menjünk vissza. Mondjuk ebben most nem vagyok biztos, hogy nekem most feltétlenül szükségem le volt arra, hogy ide most eljöjjünk. Ugyanis, hát hogy is mondjam, nem update-olódott ez a questbook. Nem mindegy, ha visszamegyünk a Bailvishoz, akkor ott majd megvilágosodunk. Azt hiszem megtaláltam a tehenedet. Igen, Deathless külvárosában. Na, fordulj már felém, nem a tarkóthoz akarok beszélni. Na, figyelj, tudom, hogy Drill szeretne visszakerülni hozzám. Én tudom, hogy Drill túl gyengét tehén ahhoz, hogy egymaga egyedül legyen. Nekem ez nagyon nem stimmel itt valami. Meg kell ígérnem nekem, hogy ő visszajön és biztonságban lesz. Tényleg? Köszönöm. Most pedig siess, Drill most arra már biztos nagyon ilyet lehet. Mi a fene van itt? Van a Drillnek egy hatalmas ház és egy bazin egy farmja, mellesleg nem egy tehén. Mi van itt? Na jó, hát úgy látszik vissza kell mennünk ezt elmondani a Drillnek. Úgyhogy mivel ezt a távot már láttátok sokszor gyorsítva, egy újabb vágás után találkozunk. Most arra meg már teljesen besötétedett. Arra nem baj, itt vagyunk újra Drillnél. Na mondjad, mi a helyzet? Mű, várjunk csak! Te már nem egy istálóba vagy, Drill. Beszélj normális emberként. Hello, Adventure. Kalandor. Igen, én vagyok Drill. Hogy találgassak? Bailvis meg akar engem találni, ugye? Na, ez a Drill is ugye, magában beszél. Na jó, szóval azt mondja. Szóval amikor arra sétált, Bailvis meglátta és azt mondta, hogy ő a legnagyszerűbb tehén a világon. Rátette egy pórázt és bezárták őt oda 3 évig, és az alatt pedig próbált menekülni a Bailvis tehén mániája elől. Nem tudott sehogyan szokni, de az egyik éjszaka Etus segítségével sikerült megmenekülnie, már nem akar visszamenni. De hogy nézem, most a legjobbkor érkeztünk, ugyanis nem akarja, hogy senkivel ezt csinálja ez a Bailvis, úgyhogy menjünk vissza hozzá és mondjunk el neki mindent. Na jó, mondjuk ezek után már én is félek visszamenni hozzá Bailvishez. De hát nincs más lehetőségünk. Nem értem mi ez a beteg sztori. Úristen, mi van itt? Egyébként elnézést, hogyha most nem tudtam mindent fordítani, de most egyszerre rohadt sok mindent mondott ez a tehén. Szóval megérkeztem, itt vagyok újra. Na és akkor el is mondom, hogy mi a helyzet. Visszaérkeztél? És hol van Drill? Jól van? Ja, tökéletesen, te idióta. Úristen. Hogy nem tartja magát egy tehénnek?
Bizonyára viccelhetsz velem, hiszen ő végig itt volt az évek alatt. Ő soha nem gondolt, hogy elmondja nekem, hogy ő egy ember, vagy akár egy szót is mondott volna? Nos, én továbbra is érzek egy kis felelősséget. Ugyanis talán egy kicsit sok... Dead Rumbness Potion. Szóval egy kicsit sok részegség potiont ittam akkor, amikor megtaláltam őt. A legjobbakat kívánom neki, és itt van egy pár emerald, ez a legkevesebb, amit egy ember rablásért én tudok neki nyújtani, és hogy 3 évig túszul tartottam. Úristen, mi ez a sztori? Így képzeljétek el, hogy így fogja, így megy éjszaka, így megissza azt a 3 vagy tudom én hány drunkness potiont, és így meglát egy random embert, azt hiszi, hogy egy tehén, rátesz egy lasszót, egy kötelet, és bezárja, és 3 évig teheneként kezeli. Mi a fene? Nagyon extrém ügyeik vannak ezeknek a NPC-knek. Na jó, menjünk vissza Drailhez. Egy jó hosszú séta után újra itt vagyunk, már teljesen kinappadott. Na de remélem ez az utolsó kör, amit meg kell tennünk hozzá. Várjunk csak, oda sétáltál hozzá és megmondtad neki, hogy én nem egy tehén vagyok? Ez ilyen egyszerű. Feltételeztem, hogy ez az ember elég őrült ahhoz, hogy aki összetéveszt egy embert egy tehénne, hogy ne hallgassa meg az érvelésem. Így én csak úgy eltöltöttem 3 évet az életemből rabként, a semmiért. Micsoda, hogy küldött nekem kárpótlásul egy pár emeraldot? Biztos bűnösnek érezhette magát, hogy 3 évig túszként tartatott és ezért kárpótlásul adja. Nos, én pedig szerintem elég optimista voltam. Hát ez szörnyű. Ez a küldetés, ez nagyon idegölő. Úristen. Na jó, szerintem ezzel lezártuk, meg is kaptuk érte a jutalmunkat. Szerintem menjünk és folytassunk inkább egy másik küldetéssel, a potion making-kel. Ez viszont a Black Roadon van. Most így viszont szerencsére már viszonylag a közelében vagyunk, hiszen ez Deathless után van. Úgyhogy beteszem még a bankban a felszereléseimet, és utána pedig indulhatunk a Black Roadra. Komolyan mondom, nem hiszem el ezt a két embert. Mi a fene volt ez a küldetés? Mi volt ez? Úristen, na jó. Na jó, menjünk tovább. Még eladom a cuccaimat, amik ugye már nem kellenek. Ezért is egy pár emeraldot nyerünk. Na jó, már feldolgoztam ezt a küldetést, de ez nagyon megviselt. Hogy lehet ekkora hülyeséget kitalálni? Hogy? Na, szóval elmegyünk ide a város másik végére. Itt is van egy kijárat, ugye a városnak mind a 4 irányban van egy kapuja. Hogyha ez a kapuhoz jövünk, akkor látjuk, hogy Black Road és Almuy van erre. Egyik 12-es, a másik pedig egy 30-es terület. Na de szerintem ez a rész legyen már csak a következő videóban. Szerintem ez a küldetés egy jó zárása volt ennek a résznek, úgyis ezen kívül ugye megcsináltuk a creeperes küldetést is, úgyhogy hát ebben a mai részben is 2 küldetést zártunk rá, és majd meglátjuk, hogy a következőben végül is hányat fog sikerülni, bár mondom, ezek már egyre hosszabb küldetések. Tehát megesett, hogy esetleg a potion making-es küldetés esetleg a következő teljes rész kitölti, na de mindegy, ezt majd meglátjuk akkor, addig is minden jót, és sziasztok!